Köszöntjük a megjelenteket! Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére megrendezett városi ünnepségen. Az október 23-ai ünnepi beszéd megtartására felkérem Arató Györgyöt, a Mika Sándor Egyesület elnökét. Arató György 2006 és 2016 között az ELTE történelem és levéltár szakára, valamint művelődés történeti doktori programjára járt. Az Ötvös Kollégium tagja, történész, műhelytitkár, majd tanára és levéltárosa volt. Később a Győri Egyházmegyei Levéltár munkatársa, majd 2018-tól a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos titkára. Alapító tagja és jelenleg elnöke a fiatal kutatókból és tanárokból álló Mika Sándor Egyesületnek. Kutatási témája a törökkor, a 18. század egyháztörténete és a nemzeti hivatástudat története. Köszönöm szépen a szót, tisztelt hölgyeim és uraim! Mint az egyszerű lámpalázas káplán, én egy hosszú beszéddel készültem, de aztán szembesítettek itt azzal, hogy milyen gazdag műsor vár ránk ma délelőtt, és ennek érdekében lerövidítettem egy cédulányira. Engedjék meg, hogy néhány gondolatot a figyelmükbe ajánljak abból, ami számomra munkahelyem, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, illetve talán mondhatom úgy, hogy nemzedékem számára is ezen a mai napon 1956-ból érdekes és kétséges lehet. Bajban vagyunk a történelmi tudatunkkal. Nemrég hallottam a rádióban, hogy 1956 főszereplői nem voltak hősök, nem akartak hősök lenni, megtörtént velük a szörnyűség, és az, hogy tudták viselni a sorsukat, az egy elkerülhetetlen tragédia volt az ő életükben. Azt gondolom, hogy ebben a típusú megközelítésben olyan emberi félelmek csúsznak össze, amelyek a kortárs történelmi tudatnak a jelen és a jövő problémáival való összevetését igyekeznek elkerülni. És hogyha arra gondolunk, hogy mi köti össze a helyi pomázi közösség 56-os emlékezetét, mindazzal, ami ez a világra szóló esemény volt az egyetemes történelemben, az 1956-os forradalom, amelyet világra szóló jellegében azért is ki kell emelnünk, mert egy kis létszámú népnek a világban kevés esélye van arra, hogy olyan történelmi folyamatok főszereplőjévé váljon, és olyan emberi figyelmet és szimpátiát keltsen maga iránt, mint 1956-ban ez a nép. És a párhuzamokat keresve a magyar történelemben nemigen találunk még egy olyan eseményt, mondjuk 1456 nándorfehérvári hőseinek a dicsősége és a tragédiája mellett, amely oly mértékben foglalkoztatta volna a világ közvéleményét, mint az 1956-os hősöknek a teljesítménye. Tehát ha keressük ebben az összefüggés rendszerben saját helyi közösségeinknek a szerepét, és visszagondolunk azokra, akik itt pomázon ennek a kéthetes, rövid életű, talán el sem hitt sikernek és dicsőségnek az alakítói voltak, és nevesítjük is Farkas Zoltánt, mint a pomázi előjáróság hős és biztonságra törekvő vezetőjét, valamint Bóna Zsigmondot, aki a nemzetőrség parancsnoka volt, és a maga 29 esztendejével küldték, fél esztendővel a rendpárti forradalmi tevékenysége után a Bitóra, majd jeltelen sírba temették, és szüleinek 10 éves kitartó sírkereső tragikus igyekezete nyomán sikerült csak végtisztességet adni neki. Nem olyat, amilyen reméltó volt, hanem olyat, amit a korban egy édesanyja és egy édesapa legalább megérdemelt. Akkor az 56-os magyar forradalomnak és szabadságharcnak és a pomázi közösség emlékezetének egy nagyon fontos erkölcsi erejű metszéspontjával találkozunk. Ez pedig a rendpártiság. Ha ezek az emberek egyszerűen a békét keresték volna, és nem lettek volna hősök, és nem akarattal egyeztek volna bele a sorsukba,
akkor mitől omlott volna össze itt néhány nap alatt a világ első számú katonai szuperhatalmának gigantikus hadserege és közigazgatása? Miért határozta meg a világ első számú atomhatalmának és legnagyobb szárazföldi hadsereggel rendelkező despotikus birodalmának, a cári Oroszország hagyományain felépült Szovjetuniónak a világpolitikáját, az a félelem, ami Jurij Andropov budapesti nagykövetnek, szovjet nagykövetnek az irodájában az asztalt fogó, az asztal lapjába kapaszkodó félelmét jellemezte ezekben a napokban? Mi volt az, ami miatt egy ilyen kislétszámú nép sakkot tudott adni a világ legerősebb katonai hatalmának? Ez a hősiességhez való erkölcsi hozzáállásban való különbözőség. Arról van szó, hogy a világban a birodalmak és a nemzetállami alapú kisközösségek küzdelme sok száz éve eldönthetetlen, és folyamatosan újra és újra jelen van, napjainkban is látjuk, határainktól keletre mi történik. Azok az emberek, akik nem engedték meg, hogy provokációknak vagy fegyveres túlkapásoknak köszönhetően védtelen kisközösségekben vér folyjon, és ártatlanok, vagy akár a törvény nevében korábban, az ideológia nevében korábban gyilkoló, gyilkosok, törvényen kívüli igazságtétel vagy fizikai atrocitás áldozatai legyenek, ezeknek az embereknek nem volt és nem lehetett más a sorsuk, mint a pomázi hősöké vagy brusznyai Árpádé, 1956-os forradalom és szabadságharc veszprémi vezetőjévé, aki vállalta sorsát akkor is, amikor rajta múlott, hogy békesség legyen a fegyveres zendülés erőszakos időszakában, és vállalta sorsát akkor is, amikor ezért azok küldték a bitóra, akiket korábbi bűneik ellenére a törvényesség, az irgalom, a felebaráti szeretet és a tágabb közösségért vállalt felelősség jegyében ő megmentett a nép igazságszolgáltató hajlamaitól. Emelt fővel a himnuszt énekelve ment január 9-én, a fagyos hajnali reggelen, a Kisfogház udvarán, a vesztőhely felé, ahol felakasztották őt éppen 33 esztendősen, krisztusi korban. A magyar történelemnek évszázadok óta van egy olyan karakterképző tulajdonsága, amely azt gondolom, hogy számos nép szemében, számos emberi közösség szemében irigylésre méltó, bennünket pedig büszkeséggel kell, hogy eltöltsön. Ez pedig a jog, az igazságosság, a rend fogalmán kívül az erkölcs. Az erkölcshöz való ragaszkodás és az erkölcs nevében való történelemformáló színrelépés a fajsúlyos történelmi pillanatokban. Befejezésül Csóri Sándornak egy 56-ról szóló idézetét szeretném önöknek felolvasni. Minket nem csak az igazmondás szenvedélyének kell vezetnie, hanem annak az igazmondással egyenrangú feladatnak is, hogy az igazunkat érvényesíteni tudjuk. Ennek nem csupán az engesztelhetetlen harc az egyetlen feltétele, de sokkal inkább a fölösleges harcok megelőzése. A velünk egy húron pendülők összedobolása, a jobbak megnyerése, mert ne felejtsük el, Magyarországot eddig még a történelmi harcai közben sem a harc mentette meg, hanem a belőle szétáradó erkölcsi erő. Jó példa erre Eger és Munkács, Zrínyi, Rákóczi, Széchenyi, Kossuth, vagy akár 56 példája is. Ez a hagyományunk. 1956-ban ismét az erkölcsi kiállás mentette meg a megszégyenüléstől, ha a katonai vereségtől nem is, de a világtörténelem színpadán való megszégyenüléstől, az árulástól, a gonosznak való behódolástól, az erkölcsi kiállás mentette meg Magyarországot, és mivel a történelem legjobb konzerváló ereje és eszköze az erkölcs, nem pedig az erő, nem pedig a jólét, az erkölcs Magyarországnak minden gondja és baja ellenére is 1956 példája igazolja, léteznie kell.
Dicsőség a hősöknek, éljen a magyar szabadság! Piros a vér a Pesti utcán című rendhagyó ünnepi összeállítás következik, mely megidézi az 56-os forradalom és szabadságharc emlékeit. Az összeállításban versek és dalok hangoznak el Siposhegyi Zsolt és Plaszkó Bence színművészek tolmácsolásában. Valaki mondja meg, milyen az élet, valaki mondja meg, miért ilyen. Valaki mondja meg, miért szép az élet, valaki mondja meg, miért nem. Valaki mondja meg, miért jó az ember, valaki mondja meg, miért nem. Valaki mondja meg, miért lesz gonoszá, valaki mondja meg, miért nem. Valaki mondja meg, kinek kell hinnem, valaki mondja meg, kinek nem. Valaki mondja meg, ki hová érhet, milyen az íze az élet vizének. Valaki mondja meg, a hosszú évek, miért tűnnek úgy, mint egy pillanat. Valaki mondja meg, mi az, hogy elmúlt, valaki mondja meg, hol maradt. Valaki mondja meg, hogyan kell élnem, apám azt mondta, ne bánts mást. Valaki mondta, hogy bántottalak már, valaki mondta, hogy bántottál. Valaki mondja meg, miért vagyunk itt, anyám azt mondta, hogy boldog légy. De anyám azt nem mondta, miért nem a földön, anyám nem mondta, mondd miért. Most 80 esztendős Dózsa László színművész 14 évesen részt vett az 56-os forradalmi harcokban. Egy olyan golyó találta el, amiről mindenki azt hitte, hogy megölte őt. Posgai Zsolt költőt megiklette a színművész sorsa, és ez a verszületet mondja. Nem voltál ott. Néha hallottál róla. Múlt köde őrzi a füstfalakat. Tankönyvek őrzik a dörgő haláldíszt. Nem voltál ott,
De van, ki még őrzi a Rákóczi úton sziszegve égő ablakkeretet, a jajgatást, a sírás, süvítő golyókat, s romok közt játszó gyermekeket. Lehet, hogy nem voltál ott. De most én elmondom neked. Elmondom romokban magyar lakjaimat. Az utcai harcot, a fogságot, a forró fal fényét, ahová álltunk, arcunk irányába állított fegyvereket. Álltam a falnál. Szemben egy ember, puska kezében. Még olyan fiatal. Ölnie kell. Hiszen ez a parancs. Szíve most tele van szánelőmmel. Ölnie kell, hiszen élnie kell. Dördül a puska, fájdalmat érzek. Véres nyakkal a földre esem. Vér anyaföldtől. Betoltattál. De vér anyaföldet most ölelnek. Felnézek, még mosolycsaj számra a szánalmas kérdértől most elő. Miért tart brikettet kezében a bajszos ruszki katona? Miért pont az? Miért? És robban az bár. Arcomat érte, fejemet érte, megnyílt a föld, a hűs anyaföld várt. Megérkeztem. Hát, megérkeztem végre. Rossz fehér ágyon izzad a paplan. Kórházi szobában liezett. Vallató tiszt mered rám rögtön. Kérdez, kérdez, csak egyre dühösebb. Neki csak térkép lett a hazám. Térkép. És hallom Radnóti hangját. Megnyugszom, mosolygok. De ő még dühösebb. Társaim! Kérdi. Áruljam el őket. Nem tudom. Nem tudom, hogy kik ők is. Nevük az nincsen. Arcuk van csak. Rajta mosoly. Kezük van csak. És benne készfogás őszinte a dobbanása. Ez minden, amit tudom. Idegen fegyverek elleni gyűlölet. De rúg már az állat. Csizmája tépi kötést átvérző fejemet. Iszonyú kín ez. De mindegy, csak vége legyen már. Elhalkul minden. A tiszt arca eltűnt. Megváltam volna. De hát most hol vagyok? Taszít magától fájdalmas testem. Neve volt régen. Neves, öröm. Csók volt a testen a nappali ének. Hát számít a testneve most már nekem? Dózsa Laci. Vagy máshogyan hívták. Jó volt az érzés. Átélek újra. Minden örömét a fényes egeknek, de minden fájdalmát az ős mindeneknek. Krisztusi érzés ez, vagy csak bánat. De berendezem ezt a szép túlvilági szobámat, és elhelyezem benne érő lelkemet. Lelkemet, melynek nem kell már a test. Nyíl volt, rongy, kacat. Szobámból besüt az isteni békes én, most kívülről látom benne magamat. Jó, itt már lőhőrök, de szólít egy hang. Ismerős asszony, egy régi vigasz. Fájdalmas hangja betölti lényem, vissza nem térni, de békén meg nem hagy. Anyám sír, szép tiszta szobában, és miatta itt én már nem maradhatok. Ott hagytam őt a földi kezemben, pedig már ássák a halottak sírját, és kívülről látom benne magamat. De mellettem szól egy édes, szép hang. Hol vagy? Hol vagy, Lecifi? Anyám, ha akarod, akkor én visszatérek. És bár meszet öntöttek rám, felkelek. Nyöszörgésem most fájdalmas ének. A sírásom megfogja a régi hideg kezet. De! Ez még él! És a test most közel jön. Lelkemmel újra elfoglalom, és most fáj. Most fáj a test újra, de még jobban fáj a félelem. De anyámnak leszek egyetlen ajándéka. Az ő könnye száradjon életemen.
Lehet, hogy nem voltál ott. Néha hallottál róla. Múlt köde őrzi a füstfalakot. Tankönyvek őrzik a dörgő haláliszt. Nem tudtál róla. De van, ki még őrzi a szabadság csókját, a rége legyöntött vérfalakon. Igen. Én visszajött élet lettem a földön. De a mosoly, a múlt, már az arcomon. És ne tudjátok meg soha, hogy mi van mögötte. Tükrözzétek csak vissza az én mosolyom. Megyünk. Valami láthatatlan áramlás szívünket befutja. Akadozva száll még az ének, de már milyen a Pesti utca. Nincs már teendő. Ez maradt. Csak ez maradt már menedékül. Valami szálló ragyogás kér, valami szent lobogás készül. Zászlóink föl, újjongva csapnak, kiborulnak a széles útra. Sejem színei kivakadnak, ismét milyenk a Pesti utca. Ismét milyenk a bátor ének, parancsolatlan, tiszta szíves, a fegyverek szemünkbe néznek. Kire lövetsz, belügyminiszter? Piros a vér a Pesti utca. Munkások, ifjak vére ez. Piros a vér a Pesti utca. Belügyminiszter, kit lövetsz? Kire lövettek összebújva ti megbukott miniszterek? Sem az AVH, sem a tankok titeket meg nem mentenek. És a nép nevében, aki fegyvert vertél szívünkre, nem fütsz. Véres volt a kezed már régen gerőennő. Csak ölni tudsz? Piros a vér a Pesti utcán. Eső esik és elveri. Mossa a vér. De megmaradnak a Pesti utca kövei. Piros a vér a Pesti utcán. Munkások, ifjak vére folyt. A háromszín lobogók mellé tegyetek ki gyászlobogót. A háromszín lobogó mellé tegyetek három esküvést. Sírásból egynek tiszta könyvet, s a zsarnokság gyűlöletét s fogadalmat. Te kicsi bosszú, el ne felejtse, aki él, hogy úgy született a szabadság, hogy Pesti utcán ült a nép. Nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak itt álljék, mit jelent. Nekem szülőhazám itt belángolt ödölet, Vizsország, messze rémú gyerekkorom világ. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge álljon. És remélem testem is majd e föld is üppedve. Itthon vagyok. S ha néha lábamoszt érdepel, egy-egy bokor nevét és virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton. És tudom, hogy mit jelentett a nyári alkonyon a házfarokról csorgó vöröslő fájdat. Ki gépen száll fölébe, annak térképet áll. És nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály. Annak mit rejtett térképbe? Gyárat, s vadlaktanyát. De nékem szöcskét, ökröt, tornyat, szelít tanyát.
az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket, míg én a dolgozót is ki dolgáját remek. Erdőt, fityog, gyümölcsöst, szőlőt és sírokat. A sírok közt anyókát, ki halkan sírogat. S mi föntörő pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház. S a bakter előtte áll, s üzen. Piros zászló kezében körülötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor emberek. És ott a bal, a régi szerelmek lábnyoma. A csókok íze számban, hol méz, hol áfonya. És az iskolába menvén, ha járd a peremén, hogy ne feleljek, aznap egy kőre léptem én. Imitte kő. De föntről egy kő se látható. Nincs műszer, melyel mind ez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép. S tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp. De élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, és csecsszopók, akikben megnő az értelem. Világít bennük, őrzik sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ér hazánkra újból a béke újja. És folytott szavunk, fiss szóval ők felállnak. Nagy szárnyadat borítsd ránk, virgasztó éli fel. Isten, áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel. Nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Bal sors, akit régen tét, hozz rá víg esztendőt. Megbűnhötte már a nép, a múltat, s jövendőt. Őseinket felhozát Kárpát-Szentbércére, általad nyert szép hazát bende búsznak vére, s merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának, Árpád hős magzatjai felvirágozának. Értünk, Kúság mezein ért kalaszt lengettél, Tokaj szőlőveszei nektárt csepegtettél. Zászlón gyakran plántálád vad török sáncára, s nyögte Mátyás búshadát Bécsnek büszke vára. De bűneink miatt gyújt harag kebledben, s elsújtád villámid a dörgő fellegedben. Most rabló mongol nyilát zúgattad felettünk, majd töröktől rabigát vállaltra. Hányszor zengett ajkain oszmán vad népének, vert hadunk csonthalmain győzedelmi ének? Hányszor támadtem fiad szép hazán kebédre, s lettél magzatod miatt, magzatod hamvedre. Bújt az üldözött, s felé kart nyújt barlangjába. Szerte nézett, s nem lelé honnyát a hazában. Bércre hág és völgybe száll, bú, s kétség mellette, véröz a lábainál, s lángtenger fölette. Várál ott, most kőhalom, kedv s öröm röpkedte, halálhörgés, síralom zajlik már helyettek. S a szabadság nem virul a holtnak véréből. Kínzó rabság könnyen hull árvánk ő szeméből. Szánd meg Isten a magyart, kit vészet hátának. Nyújts feléje védőkart tengerén kínjának. Balsos, akit régen tét, hozz rá víg esztendőt. Megbűnhötte már a nép,
a múltat, s jövendőt. Ha én rózsa volnék, nem csak egyszer nyílnék, minden évben négyszer virágban borulnék. Nyílnék a fiúnak, nyílnék én a lánynak, az igaz szerelemnek és az elmúlásnak. Ha én kapu volnék, mindig nyitva állnék, akárhonnan jönne, bárkit beengednék, nem kérdezném tőle, hát téged kiküldött, akkor lennék boldog, ha mindenki eljön. Ha én ablak volnék, akkor a nagy lennék, hogy az egész világ láthatóvá váljék, megértő szemekkel átnéznének rajtam, akkor lennék boldog, ha mindent megmutattam. Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék, minden áldott éjjel fényben megfürödnék, és ha egyszer rajtam lánckerék taposna, alattam a föld is sírva beomolna. Ha én zászló volnék, sohasem lobognék, mindenféle szélnek haragosa volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, nem lennék játéka mindenféle szélnek. Hagyományokhoz híven a mai napon kerülnek átadásra a Pomáz díszpolgára, posztumusz Pomáz díszpolgára és a Pomázért kitüntető címek. Pomázváros önkormányzat képviselőtestülete 2022-ben Pomáz díszpolgára kitüntető címet adományoz Korausz Ferencnek, Pomáz közművesítése és beruházások szervezése elismeréseként, magas színvonalú közösségi tevékenységéért, a Pomázért végzett szeretetteljes és kiemelkedően eredményes munkásságáért és példamutató életművéért. Korausz Ferenc 1929-ben látta meg a napvilágot. 53-ban szerzett gépészmérnöki diplomát a Műszaki Egyetemen, majd évtizedekig a GANC villamossági műveknél dolgozott. Egész életében Pomázon élt, ma is itt lakik, szeretett családja körében. Igazi lokálpatrióta, mindig szem előtt tartotta szeretett községének, majd városának fejlődését, amihez tevőlegesen is hozzájárult. Pomázon a közművek kiépítése nagy részben az ő nevéhez fűződik.
Példamutató emberi és közösségi magatartását mutatja, hogy tanácstag, majd önkormányzati képviselő volt. 91-ben megtervezte a községház előtti parkot. Korausz Ferenc precíz, rendszerető, nagyon szerény ember. Kitartó munkával, töretlen lelkesedéssel és nagy szeretettel jellemezhető életpályája gyümölcsöző eredményekben mutatkozik meg a Pomázon élők számára. Felkérem Korausz Ferencet, hogy a Pomáz díszpolgára kitüntetést vegye át melyet polgármester úradát. Gratulálunk és jó egészséget kívánok! Pomáz város önkormányzat képviselő testülete 2022-ben posztumusz Pomáz díszpolgára kitüntető címet adományoz Horváth Zsuzsának, a világ egyetlen női cigány prímásának, a hazai és nemzetközi szinten elért példaértékű művészi pályafutásának elismeréseként, kiemelkedően eredményes munkásságáért, melyel Pomáz hírnevét öregbítette országhatáron innen és túl. A díjat fia, a magyar nóta és cigánydaléneklés megkoronázott királya, magyar köztársasági arany érdemkereszttel életműdíjjal kitüntetett Tolnai András veszi át. Felkérem Tolnai Andrást, Horváth Zsuzsa fiát, vegye át a posztumuszt Pomáz díszpolgára kitüntetést és gratulálni. Pomáz város önkormányzat képviselőtestülete 2022-ben Pomázért kitüntető címet adományoz Kis Árpádné erdélyi Piroska, nyugalmazott pedagógus, kántor és karnagy részére. Közel 3 évtizedes szeretetteljes oktatói és nevelői munkája, kimagasló színvonalú közösségépítő tevékenysége, valamint a pomázi református gyülekezet áldozatos szolgálata elismeréseként. Kis Árpádné erdélyi Piroska Pomázon született. Pedagógusként közel 30 évig teljes odaadással nevelte és oktatta a pomázi gyermekeket. 92-től 2007-ig településük szakszervezeti titkáraként intézte, segítette az iskolák és óvodák dolgozóit, eredményesen képviselte érdekeiket. A közösségért végzett magas színvonalú munkáját a pedagógusok szakszervezete az Eötvös József emlékérme aranyfokozatával jutalmazta. 35 éve testvérével, Erdélyi Sándorral együtt látják el a kántori szolgálatot a pomázi református templomban. Példamutató életpályája, önzetlen segítségnyújtása, hivatástudata mindannyiunk tiszteletét kivívta. Felkérem Kis Árpádné erdélyi Piroskát, hogy a Pomázért kitüntetést vegye át, és gratulálunk! Pomáz város önkormányzat képviselőtestülete 2022-ben Pomázért kitüntetést adományoz dr. Kaiser Attila házi orvosnak. A Pomázon élők egészségét szolgáló több mint 3 évtizedes, kimagasló színvonalú, szeretetteljes gyógyító munkája elismeréseként, önzetlen segítségnyújtásáért, amellyel Pomáz lakosságát szolgálja. Kaiser Attila Gyulán született, 83-ban kapta meg általános orvosi diplomáját, 91-től pedig több mint 3 évtizede házi orvos Pomázon. 95-ig közalkalmazottként dolgozott, majd átalakult házi orvosi praxist gazdasági társaságként szervezte meg, és működteti magas színvonalon. 92-től több éven át a pomázi önkéntes tűzoltóság csapatorvosa is. 20 éve a Semmelweis Egyetem alapellátási intézetének egyetemi gyakorlati oktatója.
Dr. Kaiser Attila teljes odaadással önzetlenül szolgálja a város lakosságát. Példaértékű munkáját a legnagyobb hozzáértéssel, mély empátiával, megbízhatóan végzi. A betegekkel mindig segítőkész, türelmes. Szeretetteljes hozzáállása, elkötelezett szolgálata, igazi áldás a városnak. Köszönjük, hogy mindig számíthatunk önre. Felkérem Dr. Kaiser Attilát, hogy a Pomázért kitüntetést vegye át. Pomázváros Önkormányzat képviselőtestülete Pomázért kitüntetést adományoz dr. Vas János házi orvosnak. Kimagasló színvonalú gyógyító munkájáért, töretlen hivatástudatáért, amelyet Pomáz lakosait szolgálja. Vas János Budapesten született, 96 óta él családjával Pomázon, több mint 20 éve házi orvos. Dr. Vas János emberséges, jószándékú, önzetlen orvos, aki igazi hivatástudattal végzi munkáját. Mindig, minden körülmények között első számára a gyógyítás és mások segítése. Példamutatóan teljes odaadással szolgálja a város lakosságát, betegei bármikor hívhatják, mindig segítőkész és türelmes. Elkötelezett szolgálata, igazi áldás a városunknak. Köszönjük, hogy önre is mindig számíthatunk. Felkérem dr. Vas Jánost, hogy a Pomázért kitüntetést vegye át. Gratulálunk! Köszönjük szépen, polgármester úr, gratulálunk a díjazottaknak, és jó egészséget kívánunk mindenkinek. Thank you.
Thank you.
minden sírnál el szoktuk kivárkodni, hogy kérdek, hogy az a lelkünk, hogy kérdek. Thank you.